Ismét Rótpol akció keretein belül dolgozott a rendőrség a gyulatanyai elágazásnál Nyírtelek határában. A közúti ellenőrzés február 19-én kezdődött országszerte, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve szerint. A mostani akció fő célja a tehergépkocsik, illetve az autóbuszok ellenőrzése. A rendőri intézkedés során a kollégáim, amely járművet megállítanak, ellenőrzik a vezetési és pihenőidő megtartását, illetve a személy és áruforrás fuvarozáshoz kapcsolódó okmányok, engedélyek meglétét és annak érvényességét, illetve átvizsgálják a járművet műszaki állapot szempontjából. Rendszeresen van hasonló nagyszabású, átfogó, európai szintű ellenőrzés Magyarországon is. Évvégén például azt vizsgálták, hogy betartják-e a sofőrök a biztonsági övre, bukósisakra és gyermekülésre vonatkozó kötelező előírásokat. Egy hónap alatt országosan több mint 10 000 olyan autóssal találkoztak, akik nem tartották be a szabályokat és nem csatolták be a biztonsági övet. A nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat legutóbb tavaly novemberben ellenőrizték. Akkor majd minden harmadik ellenőrzött járműnél találtak valamilyen szabálytalanságot. Tapasztalatunk szerint alapvetően megtartják, ugye nagy számban közlekednek tehergépkocsik, illetve autóbuszok az útjainkon. A személy és áruforrozásnak ugye szigorú szabályai vannak, azonban mindig találkozunk jogsértést elkövető járművezetővel. A leggyakoribb, hogy elcsúsznak a vezetési és pihenő idővel, és a járművek műszaki állapotával is rendszeresen adódnak problémák. Ezért minden kapitányság területén jelöltek ki tehergépjármű forgalom szempontjából zsúfolt útszakaszokat, ahol ellenőriznek. Az országos akció keretein belül február 25-ig lehet arra számítani, hogy egyenruhások intik ki a sofőröket.